Köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. A vendégem Horváth Tancsa Ágnes, a Jobbik Székesfehérvári Alapszervezetének a volt elnöke. A téma pedig nem más, mint az, hogy néhány héttel ezelőtt a Jobbik feloszlatta a Székesfehérvári Alapszervezetét, és új alapszervezetet alakított, és néhány nappal ezelőtt pedig az alapszervezetnek a tagjai kiváltak a pártból. Köszöntöm vendégemet még egyszer. Jó estét kívánok! Horváth Tancsa Ágnest. Akkor meg is kérdezem így rögtön az elején, hogy hát ez azért egy nagyon nagy döntés szerintem, hogy egy pártból kilépni. Ugye ennek voltak előzményei, mik is voltak ezek? Gyakorlatilag ez nem egy-két napos döntésnek az eredménye, tehát ez egy hosszabb folyamat. Úgy nagyjából másfél éve fontolgatjuk azt, hogyha nem is kilépni, de valamit változtatni kell, ugyanis a szervezet maga a Jobbik olyan irányt vett, és voltak olyan országos politikusainknak olyan megnyilvánulásai, olyan nyilatkozatai, amik abszolút távol állnak tőlünk, tehát nem tudtunk vele azonosulni. Viszont ugye az esedékes tisztújító kongresszus az így is úgy is tavasz végén, nyár elején lett volna esedékes, és azt gondoltuk, hogy ezt mindenképpen várjuk meg, hogy milyen irányt vesz maga a párt, és akkor utána még mindig van időnk eldönteni, hogy esetleg hova tovább. Viszont az események eléggé felgyorsultak, nem csak a mi alapszervezetünk életében, hanem én azt gondolom, hogy a párt életében is egy kicsit nagyobb ütemet vett, hiszen a választási eredmény nem azt hozta a párt számára, amit szeretett volna, bár én azt gondolom, hogy a totális győzelemtől pillanatnyilag messze volt a Jobbik, de azért én azt gondolom, hogy ennél nagyobb erőt tudott volna képviselni a parlamentben, és ez mindenképpen ugye csalódás volt. Másrészt ugye a pártelnök Vona Gábor lemondása is meglehetősen felgyorsította. És akkor ennek is köszönhető az, hogy feloszlatták a székesfehérvári szervezetet, tehát hogy a választási eredmények miatt is, tehát hogy ez nem tetszett nekik, vagy mit lehet tudni erről a feloszlatásról, hogy egyébként? Én ezt nagyon sok helyen elmondtam, és nagyon sokat beszéltünk róla, mi egyébként a tagság szűk körben is, és próbáltunk ugye ezt tágabb körben is, én egy megyei választmány előtt is feltettem a kérdéseimet, mint Schneider Tamásnak, mint Orockai Lászlónak, így egyben a választmány előtt. Nehéz eldönteni, ugyanis két kongresszus között, tehát az első kongresszus az ugye 28-án volt, ezen a kongresszuson az alapszabálymódosító kongresszuson, azon ott voltam magam is, szavaztam, küldöttként jelen voltam, mindenkivel találkoztam, beszélgettem, semmi jelét nem adták annak, hogy esetleg problémájuk lenne a szervezettel sem, akkor sem korábban, tehát azt azért érdemes mondani, hogy semmiféle negatív visszajelzést nem kaptunk. És utána gyakorlatilag a következő kongresszus, a tisztújító kongresszus előtt szombaton este, késő este kaptam egy e-mailben egy határozatot, ami arra hivatkozott, hogy nem megfelelő módon vettünk részt a kampányban. Ez mit jelent? Ez sok mindent jelenthet. Ez az alapszabálymódosításkor elfogadott a kongresszus egy olyan alapszabálymódosítást, ami lehetővé teszi azon szervezetek feloszlatását, amelyek nem kellő mértékben vesz részt bármelyik kampányban. A paragrafus, amire hivatkozik a döntéshozó, az nem ez a paragrafus, viszont az indoklásban végig ugye erről van szó, és csak így érdekességként emelnék ki egyetlen egy ilyen pontot, ami azt mondja, hogy én a Facebook oldalamon arra buzdítottam, hogy a fideszes jelöltre szavazzanak, és ez nem volt beazonosítható, hogy melyik bejegyzésemre gondolnak. Mi egyet találtunk, amit nagy nehezen lehet megmagyarázni, ami úgy szól, hogy én arra a jelöltre fogok szavazni, aki szívvel, lélekkel Székesfehérvárért dolgozik, és tehát gyakorlatilag körülírtam egy olyan jelöltet, aki számomra ideális. Hát ha ebből valaki azt mondta le, hogy a Fideszre kell szavaznia, azt hát vagy engem nem ismer, vagy a közéletben nem túlságosan mozog az utóbbi időben. Tehát, hogy volt ez a része, ugye, ami az indoklásban megjelent, ezzel nem tudtunk mit kezdeni, hiszen cáfolható pontról pontra, bár erre ugye lehetőségünk nem volt. És az, hogy két kongresszus között leköszönő elnökkel, egy ügyvezető elnökség gyakorlatilag az utolsó döntésével egy megyei jogú város, ráadásul Székesfehérvár, ami jelentőségében is azt gondolom, hogy kiemelkedik a városok közül, egy ilyen városon egy alapszervezetet, ami egyébként működik, összetartó közösség, azt feloszlatják, azt nehezen tudunk magyarázni.
és egy ilyen magyarázatként gondoltunk arra, vagy véltük felfedezni, hogy lehet, hogy az lehet az oka, hogy az elnökválasztás kapcsán nyíltan kiálltunk Torockai László mellett. Igen, ez lehetséges, hogy ez volt az oka, mert ezt nem lehet azért. Nem tudjuk, de egy indoknak ezt. Igen, és akkor ugye feloszlatás után még megvárták ugye az elnök választást, és utána, hogy Schneider Tamás lett az elnök, akkor úgy döntöttek, hogy kívánnak. Igen, mert azt gondoltuk, hogy ez egy utolsó lehetőség. Tehát azt gondoltuk, hogy a Jobbik pillanatnyilag olyan állapotba került azzal, hogy Vona Gábor lemondott, hogy megnyílt egy lehetőség, egy út, amin lehet választani. Lehet választani, hogy a Vona Gábor által kijelölt néppárti utat szélesebbre nyitjuk, és még inkább a baloldali politikusok felé és baloldali eszmék felé nyitunk, vagy pedig elmegyünk egy másik irányba, ami a néppárti irány ugyan, de egy kicsit szűkebben, és az értékeiben, elveiben megmarad hű a Jobbik alapvető, tehát ehhez a keresztény, nemzeti, radikális irányához, és ezt itt el lehetett dönteni. És most hogy látják, hogy Schneider Tamással akkor eldőlt ez kimondva, tehát Schneider Tamás és Gyöngyösi Márton, ők saját maguk kimondva szélesíteni szeretnék ezt az utat, tehát ők nem rejtették véka alá, nem zsákba macskát árultak, még Torockai László egy sokkal egyenesebb kommunikációval, egy nyíltabb, őszintébb és sok esetben problémákra konkrét megoldási javaslatot adó programmal indult a tisztújításon, addig Schneider Tamásék kimondottan Vona Gábor eszmeiségét szerették volna még szélesebbre nyitni. Úgyhogy igen, ez egyértelműnek látszik, és azóta sem tűnik úgy, hogy egyébként a mostani elnök és elnök helyettesi páros bármiféle gesztust vagy bármiféle nyitást mutatna azok iránt, a pártagok iránt, akik nem szeretnék ezt az utat még szélesebbre, és inkább ragaszkodnának ahhoz, hogy majd legyenek nemzetiek, keresztények, és nemileg radikálisak, és őszintén beszélnek olyan problémákról, amik ma Magyarországon jelen vannak, de vagy túl vannak dimenzionálva, mint mondjuk a migráns kérdés, ami gyakorlatilag már az emberekben egy ilyen ellenérzést vált ki, hiszen annyit beszélnek róla, holott egy létező, valós, tényleges probléma, vagy éppen a cigányság kérdése, a cigány-magyar együttélés, amiről viszont egyáltalán nem beszél már a Jobbik, de mégis egy valós, létező probléma, tehát azt is kezelni kell a maga helyén, nyilvánvalóan, de mind a kettővel foglalkozni kellene, és ez csak példaként. Most akkor, ha már így egy kicsit az országos jobbikos helyzetnél tartunk, hogyan látja egyébként így a Jobbiknak a jövőjét, vagy a mostani helyzetét, várható-e valami fajta szakadás? Ugye Torockai László bent maradt a párton belül, viszont egy platformot hozott létre, amihez, ha jól tudom, akkor a 26 országgyűlési képviselő közül Duró Dóra egyedül volt, aki csatlakozott. Én azt gondolom, hogy ellentmondásosak kicsit a hírek. Én abból tudok kiindulni, vagy abból szeretnék inkább kiindulni, amit maga Torockai László elmondott, és amit Jakab Péter, vagy éppen Mirkóczki Ádám, mint a Jobbik szóvivői erre reagáltak. Én azt gondolom, hogy a platform az egy fél megoldás lehet ebben az esetben. Én azt gondolom, hogy egy nagy párton belül egy platform, legyen az bármennyire erős és támogatott, az inkább mindig vitákat generál, hiszen a saját ellenzékünk házon belül az sosem jó. Én azt gondolom, hogy ha valaki már nem tud azzal az eszmeiséggel azonosulni, amit egy párt képvisel, akkor sokkal egyszerűbb és sokkal célra vezetőbb, hogyha egyszerűen elválnak az útjaik. Én nem gondolom, hogy ebben lenne bármiféle rossz indulat, rossz érzés. Ez egyszerűen azt gondolom, hogy mind a kettőjük számára a legjobb megoldás. Hiszen a Jobbiknak sem jó az, hogyha a belső ellenzéke folyamatos feszültséget generál, és egy olyan útra akarja rákényszeríteni, amire ő nem akar rálépni. És az ellenzéknek sem jó, hogy folyamatosan harcolnia kell a saját vezetőivel, ahelyett, hogy inkább az ország problémáira összpontosítana, és az energiáit arra fektetni, hogy egy előremutató, jobbító szándékkal tudjon fellépni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a platform az ebből a szempontból valóban nem jó megoldás. Az, hogy mi lesz a kimenetele úgy, hogy
Úgyhogy maga a Jobbik elnöksége, jelenlegi vezetés azt mondta, hogy ők nem szeretnék ezt a platformot, és nem látnak rá reális esélyt sem, hiszen maga az alapszabály sem szól arról, hogy ilyen platformot alapítani lehet. Én azt gondolom, hogy ezt hamvában el is fogják folytani. Az, hogy utána hova tovább, és kik azok, akik nyíltan kimernek állni, és azt merik mondani, hogy ők kilépnek, és inkább elkezdenek építkezni, nem a nulláról, de egy sokkal kisebb infrastruktúrával, egy sokkal kisebb ismertséggel, mégis megpróbálják azt az utat járni, amit ők helyesnek tartanak. Mi Fehérváron ezt az utat választottuk, mert azt gondolom, hogy így tisztességesebb. Igen, és akkor, hogyha már így visszatértünk a helyi dolgokhoz önökkel kapcsolatban, hányan is váltak ki, kik azok, akik követték önöket, és mi várható így a jövőre nézve itt Székesfehérváron? Gyakorlatilag a Székesfehérvári alapszervezet teljes tagsága azt mondta, hogy befejezi a párton belüli munkát, és a tagságon kívül a szimpatizánsi körben lévők közül is nagyon sokan azt mondták, hogy ők vagy az én személyemhez, vagy valamelyik tagtársamnak a személyéhez, munkájához kötődnek. Ezt elismerik, és ezt szeretnék támogatni a jövőben is. Illetve vannak olyanok is, akik azt mondják, mert nagyon régóta, mint egy ilyen külső ellenzékünk, hogy nem jó helyen vagyunk. Tehát, hogy ez a Jobbik már régen nem az, és hogy ők ezt már nem tudják tovább felvállalni, és ők már magukban toltak minket, majdhogy nem ki a Jobbikból, tehát egy ilyen kis felhanggal. Tehát gyakorlatilag igen, mi távozunk mindannyian, és egy egyesületi formában folytatjuk. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy olyan szervezeti egység, ami kifejezi, hogy mi összetartozunk, egy gondolkodással, egy társaság vagyunk, ugyanakkor nem kötelez minket semmire, tehát nem mondja azt, hogy mondjuk egy budapesti irányítású párt fogja eldönteni, hogy nekünk Székesfehérváron itt mi az, ami a leginkább jó lehet. Ez akkor azt jelenti, hogy csak a helyi dolgokra koncentrálnak majd, hogy mi az, ami előrébb viszi a lakosságot? Igen, én azt gondolom, hogy eddig is ezt tettük, tehát mi Székesfehérvárról kiindulva szemléljük a világot, tehát az országos politikát, és innen ítéljük meg. Én azt gondolom, hogy ez minden székesfehérvári így van ezzel, tehát ez így normális. Igen, és ezentúl is ezt szeretnénk tenni, tehát továbbra is nyilván az én önkormányzati munkám az folytatódik még az önkormányzati választásokig, úgyhogy ahogyan eddig is, ezután is várjuk azokat a jelzéseket, és mi is keresünk azokat a problémákat, amiket tovább tudunk vinni a közgyűlés felé, és meg tudunk teremteni egy olyan segítő folyamatot, ami azt gondolom, hogy eddig is megvolt, de így, hogy már egy párt nem skatujáz be minket feltétlenül, és nem kell minden egyes országgyűlési képviselőnk minden egyes nyilatkozatával számolnunk, és magunkra venni a negatív és pozitív kritikákat ezzel kapcsolatban, talán könnyebb is a dolgunk. Akkor az önkormányzati választásokon várható, hogy az egyesület feltűnik majd? Elképzelhetőnek tartom, igen. Ez nyilván egy közös döntés lesz. Azért mi is szeretnénk megvárni, hogy mi magunk hova tudunk fejlődni, mennyire tudjuk elismertetni az egyesületi formát a fehérváriakkal, és akkor ennek megfelelően fogjuk meglátni. De ha igen, akkor kimondottan csak egy-egy körzetben, egy-egy képviselőnk annak a körzetnek a problémáit, az ott élők javaslatait fogja képviselni, tehát egy hagyományos értelemben önkormányzati képviseletre fog felhatalmazást kérni, és mindenféle ideológiai és párt politikától mentesen. Hát akkor majd az önkormányzati választásokon meglátjuk, hogy mi lesz. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt. Én is köszönöm a lehetőséget. Az Esti Mérleg című műsorunkat látták, holnap újabb témával várjuk önöket, viszontlátásra.